az USA 38 állama perli a Google-t, amiért szerintük a kereső óriás ugyanolyan monopol helyzetre törekszik az autókban, televíziókban és a hangszórókban, mint amit az okostelefonoknál már elért. Ezt megelőzően a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium és 11 állam már beperelte a céget októberben. A Google alást azoknak a speciális keresőszolgáltatóknak a sikerét, akik veszélyt jelentenek rá, mert szét tudják szippantani a keresési hirdetésekből származó bevételeket, és mivel összeállhatnak rivális keresőmotorokkal a belépés vagy bővítés érdekében, mondta Phil Weiser főállamügyész. A Google válaszközleményében azzal, hogy szerintük ennek a pernek az a célja, hogy olyan módszerekkel alakítsa át a keresést, amelyek megfosztanák az amerikaiakat a hasznos információktól. Szigorú uniós szabályokkal Európa már megpróbálta visszaszorítani a Google-t eddig kevés sikerrel. Az eddigi rekord bírság majdnem 2,5 milliárd euró volt. Ennyivel sújtott az Európai Bizottság a Google-t, amiért a cég visszaért keresője erőfölényével, amikor jogsértő módon előnyt biztosított saját ár összehasonlító szolgáltatásának.